Vendégem a Váratlanokban Antal Jenő, Budapestről. Nem hiszem, hogy valaki nem ismerne téged. Olyan óriási országos sajtód volt a szakmádban, hogy teljesen képzelni. Rengeteg követőd volt, híved volt. Te voltál itt a úgynevezett Don Juan a városban, Miskolcon. De hogy nézem most egy kicsit a hajad úgy azért, mintha megritkult volna, megőszültél, nem öregedtél semmit, ugye? Hát én nem érzem annak, tehát jó erőben vagyok, hál' Istennek. Tehát ennek ez a dolog, ez körülbelül 1900, hát a vége fel volt, 20-30 éve volt, már lassan 20 éve, körülbelül 20 éve. Na, csak emlékeztetőül megjelent rólad egy könyv, amiben az a címe, hogy Jenő a Don Juan. Ha jól tudom, ebbe szerepel, hogy te hosszú ideig Hamburgban voltál, egy nyilvános házban, hogy mondják, azt szolgáltál, vagy kisegítettél, vagy... Hát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy én Európát végigjártam, még Amerikában is ilyen privát masszázszalonokat. Hamburg a világ egyik legnagyobb szexnegyere, Ripperbahn, Hamburg, St. Pauli. Ez egy olyan negyed, amiben csak szex és erotika van. Tehát ebbe a világba belecsöppentem, és ott ilyen erotikus masszázszalonokat. Tehát hát ott abban az időben az volt a menő, hogyha valaki Tájföldről importált tájföldi lányokat, és Bangkok masszázszalonok, így nevezték el, és tájföldi lányokat szerződtettek, és ezek masszíroztak, de body-to-body masszázs, ez azt jelenti, hogy a nő testével, a mellével, egész testével masszíroz, tehát body-to-body. Test a testhez, test közelben. Tehát ez egy erotikus célú masszírozás. Ez mondjuk egy Magyarországon abban az időben még ez az erotikus masszírozás nem is hallottak még róla. Gyakorlatilag Magyarországra először én csináltam, legelőször. Tehát elsőként ilyen én voltam az erotikus masszázsban, így a művésze Magyarországon elsőként, és nem csak hogy csináltam is ezt, hanem oktattam is. Tehát hát főleg letetted a szakma alapjait. Akkor. Igen, igen. Hát ez erotikus masszázs, igen. Igen. Én azt is kell tudni, hogy hát... Elárulom neked, hogy ez a 70-es évek elején kíváncsiságból én is voltam a Répebánon, mint turistaként, Nyugat Európát, és emlékszem egy ilyen érdekes vaskapú megoldás volt, hogy igen, a fiatalkodan nem mehettek be. Igen. És nők se. Ha nők bementek, akkor hát én azért bementek nők, de lespiccolták őket. Furcsa látvány volt, hogy mindenki ilyen forró nadrágba szaladgáltak a lányok este, és olyan volt, mint a Wursliba, csak hát kicsit más. Hazahoztad a tudásodat, és Miskolcon kötötték ki. Van kötődésed Miskolcon? Van, mert nagy rész most már itt vagyok, Miskolcon, és tehát a régi kuncsapcsai vannak, akikhez feljárok masszírozni, tehát ilyen personál masszőrként, de azt tudni kell, sokan ezt nem tudják, hogy nem csak erotikus masszázsal foglalkozok, hanem egy kitűnő végzett gyógy- és sportmasszőr is, vagy és fürdőmasszőr, és azon kívül még plusz úszómester is. Mert mindegyikről van oklevel, és mind kitűnőve. Tehát akinek ennyi papírja együtt van, meg természetgyógyász, nem is, ilyen nem is találkoztam. Tehát, és mondjam, szakmailag gyakorlatilag a gyógymasszázs az alapja, az erotikus masszázs az egy exkluzív dolog. ez nagyon, és mondjam, Magyarországon elég prűdek a hölgyek, tehát egy nyíltan nem merik vállalni azt, hogy erotikus masszázs kérnek, hanem azt mondják, hogy kérnek, hogy a fáj a
fáj itt, fáj a vállam, vagy masszírozom meg az egész testét, vagy valami. És az erotikus masszázs, tehát azért vannak nők, akik legyen rendkívül kés, aki nyíltan mondják, hogy erotikus masszást kérnek, ez sokan szégyellik, vagy a férjük féltékeny, vagy ilyen. Bocsánat, ennek a váratlanodásnak előfordult én, hogy beleszólok a telefonba, aló. Igen. Egy picit hagyj hívjálat már vissza, vagy hívjál meg egy óra múlva, jó? Egy óra múlva. Köszönöm. Ja. Na, folytatjuk közben, bejött egy telefon, de se baj. Igen. Jenő, ugorjunk vissza az időbe egy kicsit. Akkor se volt olyan kocka hasad, akkor se voltál egy ilyen kigyúrt ember, de Miskolcon rajongtak érted a nők. Arra is emlékszem, hogy többször bejöttél a szerkesztőségbe, de az utcán is találkoztunk. Mindig egy nejlon tasakot tartottál az ágyékod előtt. Meséld már el nekem. Mi volt a szóval? Hát ennek azért volt, az egyik hölgy mondta, hogy menjek el masszírozni a lakására. Tehát kiderült, hogy hát egy váratlan vendég volt, egy nagy, hatalmas nagy kutya, ottan éppen voltál, és akkor éppen oda kapott nekem ott a halasitáékra. Nagyon megijedtem, hogy lenne harapja. Tehát csak ízben mondom, tehát mindig volt ilyen. De valójában az, hogy abba vittem a masszázs cuccaimat, tehát valamikor átöltöztem, ilyesmi, ezekbe tartottam. Kezdhetlek rá, hogy volt benne egy kockás füzet is egyébként, egy teljes népsorra. Amikor én megnéztem azt a népsort, és elolvastam, és rengeteg ismerős nőnek a nevét megtaláltam benne, na most ha az nyilvánosságra hoznánk, vagy nyomtatásban megjelenne, hát akkor abból óriási botrány lenne. Még mai napig is, ugye? Igen, mai napig is. Mert azok az akkor a 24-es lányok, akkor 24-es voltak, most már hát a családanyák, és tehát ez kellemetlen volna mindenkinek, mert teljesen más életvitelt folytatnak már ők is, meg most már én is. Gyakorlatilag én is úgy vagyok vele, hogy van egy illetársam, nagyon szeretem, és tehát azt a régi életvitelt nem folytattam, mert rájöttem, hogy nem az a fontos, az embernek van rengeteg nője, hanem az a fontos, hogy legyen egyetlen egy nője, aki igazán szereti. De valójában ez a happy end-je az egésznek, hogy Ki mondtad az igazságot? Hát az igazsága, igen, mert akkor az volt, és sportszerűen csináltam, és triguláztam, és még csillagoztam. Abban volt olyan, hogy csillagoztam a hölgyeket. Azt tudnod kell, hogy volt nekem egy a világszínvonalú masszázs és hostess modell stúdium, amit az egyik hölgy segítette nekem, aki most Miami-ban van. Hát lehet mondani a nevét, mert népszerű, az Ámbó Jimmy Hotel tulajdonosa. Gyakorlatilag volt. Nem tudom, hogy ismered, de biztos már az is közismert volt. Hát, honnan ismerném, hát hol voltam én, nem ismerem. Nem ismerem. Jó. Nem ismerem. Ő volt a szponzorom, és csináltunk egy nagyszerű masszázszalont, hostess modell stúdiót. Itt az volt, itt a világ legszebb női voltak, olyanok, hogy Magyarország szépe, meg ilyen hölgyek voltak. Csak egyetlen egy a probléma volt az üzlet, azért nem ment úgy, mert szóval amikor már jöttek oda kinyeztetni engem, hogy a lányok, hogy jaj, elkezdtek ott kinyeztetni, akkor tudtam, hogy leúztak pénzzel. Tehát a lányok saját zsebre dolgoztak, és valójában az üzlet nem úgy ment. Tehát szép hölgyek voltak, és hát ilyen voltak köztük bevállalós hölgyek is, de nem mindegyik az volt, de voltak. És, Jenő, ha nem zavarlak, ott a jobb, látom valami vibrál, egy ilyen piros. Remélem, hogy az csak igen, már elvetted, csak az ujjad volt, ugye? Ujjam tettem, de már tart. Csak a biztonság. Ujjam, ma is fixálom. Jó.
Hadd kérdezem már meg, sztár voltál a Miskolc-Tapolcai termálfürdőbe. A nők, hogy mondjam, a elérzés naptárad az állandóan tele volt. Én úgy emlékszem, hogy elirigyelték tőled a kuncsaptokat, és valamiképpen megbuktattak téged, ugye? Hogy Hát miért? valójában hát, volt olyan szituáció is, hogy Ezt infragrantinak hívjuk, ugye? infragrant, igen, ez infragranti volt. Volt ilyen, mert mindenki kíváncsi volt arra, hogy én milyen stílusra masszírozok, de ez nem csak Miskolcon, de minden fürdőben kíváncsiak voltak, még a kollégák is, és sokszor láttam azt, hogy még hogy leselkednek, még széket is vettek, vagy fentről van, függöny felett leselkednek, minden. Hát igen, volt, hogy lebuktam, meg olyan is volt, hogy ne, már volt legelőször olyan, hogy függönyök voltak. És akkor, hát most az erotikus masszázs, ez úgy alakul ki, sokszor a legtöbb ilyen úgy van, hogy nem azt kér, hogy erotikus masszázs kér, hanem kér egy gyógymasszázst. És akkor én gyógymasszást csinálok neki, hát egy kitűnően képzett gyógymasszőr vagyok, és akkor Hajdúszoboszlón végeztem, és én ahogy csinálom rendesen, ahogy elő van írva az orvos, egy gyógymasszás, de van egy ilyen speciális ilyen kisugárzása van nők fel, ami hát a masszáskor egyszerűen begerjednek. Egyszerűen csinálok mondjuk egy lumbogluteális masszás. Ez gyakran derékfájásra jó. A lumbális részt, ez a deréktáj és a gluteuszok, a nagyfarizmok, ezt masszírozok, és mikor ezt masszírozom, akkor a nő beizgul. És akkor hát sok nő, nem azt mondom, hogy mindegyik, de nagyon sok nő, akkor azt csinálja, hogy adjon, hát a testét ütöget engem, hogy szóval, hogy biztat el. Tehát akkor kilakul az erotikus, tehát mitől erotikus egy masszázs? Tehát itt feltesszük azt a kérdést. Erotikus egy masszázs akkor, ha erotikus érzetet váltunk ki vele. De az lehet, ez a főleg, ez egy érzéki érintés, egy finom érzéki érintés, ami a nőt beindítja. És olyankor a nő ösztönszerűen, bocsánat, de akkor oda nyúl, és hát a nemi szervemhez jut. Tehát rögtön oda kap. De én tudom, hogy munkahelyen van, ott nem szabad csinálni, meg ilyesmi, de annyira, hát volt már ilyen esély, a főnököm itt a termában mondta is, hogy hát mondott, egyébként jó viszonyban voltam vele. Mondom, mi van akkor, hogyha egy nőt elkezdesz masszírozni, és megfogja a farkad? Hát azt mondja, üssek rá. Kiteszünk a 18 éves karikát, jó? Kiteszünk, hogy csak ja. Csak azt mondja, hogy ja, de ezt így kell mondani, ez a valóság, a kulisszatikai. Mondom, mit csinál, hogyha egy masszázs közben megfogja a farkat, azt mondja, üssek rá a kezére, egy munkahelyen van. Hát nem vagyok hülye, se buzi, se hülye, hogyha egy nő megfogja a farkat, hát ha megfogta az övé, akkor hagyd vigye. Hát most nem fogok rá ütögetni a kezére, ne üssön. Sőt, már volt olyan is helyzet már, hogy mondtam a hölgynek, hogy itt nem lehet, meg minden, az akkor megbubott, hogy itt nem lehet, meg mit tudom, hogy nem akarom őt, vagy nem tetszik nekem, vagy miért. Tehát sokszor, hogy a nő felajánlja magát, sőt, provokál. És hogyha a férfi ezt nem veszi, akkor azt hiszi, hogy a nő megsértődik, hogy ő nem elég kívánatos, vagy miért nem kell, vagy valami, érted? Értem. Jenő, de egyszer lebuktál egyébként, mert rajta kaptak, nem? Volt, a termában úgy volt rajta, hogy hát ez Debrecenből jött egy hölgy, és akkor mondta, hogy fáj a csípője. Elkezdte a csípét masszírozni, és közben hát olyan jelleket csinált, tehát elkezdett már a teste úgy vonaglani, meg lögdösött engem, hogy valamit csináljak, lögdösött, mondom, nem lehet, meg mit tudom, nem is mondta, hogy van a fél, és elhúzódott a masszázs. Hát a masszázs általában 10-15 percig szokott tartani, hivatalos, de elhúzódott már, ez már jó, ez már fél óráig is, és akkor váratlanul jött
A váratlanul, a férje félrehúzta, és akkor mondta, hogy ez milyen masszázs, mondom, és speciális masszázs, ami Jenő féle speciális masszázs, ami a derékfájásra jó, derékfájásra, a fejfájásra, mindenre jó. Ebből lett ilyen cirkusz. Nem tolerálta a férje a hölgy betegség. Nem tolerálta, akkor beírtak. Ja, valami beírtak, mit tudom én, és mondta akkor a főnököm, hogy hát vigyázzak ilyen dolgokat, de akkor kiraktak a strandra, úszómester is vagyok, és akkor nyáron szezonban ott, de ősszel visszaraktak, mert a nők visszaigényelték, és visszaraktak, és mondták, hogy vissza, mert szerettek végérvében engem, és... Hadd kérdezem már meg, hogy a férfiakat nem masszíroztál? Vagy arra... Hát erről is sokat nem. Tehát eleve alapvetően gyógymasszázs. Gyógymasszázssal kell masszírozni mindenkit, aki babalappal jönnek, tudod? Kezelő, az orvosi kezelőlappal, és az lehet a férfi is, de a férfiakkal az erotikus szex kapcsolat az nem volt és nem is lesz soha, mert én a férfiakat nem szeretem már ilyen szempontból, hanem kizárólag a nők iránt hozzódok, és a szép nem hívei vagyok. Tehát, de és olyan, hogy sose voltam szemtelen egy nővel, de egy nő felkínálta magát, akkor általában én azt is vagyok, viszonoztam. És sokszor ez volt a munkahelyen, de később úgy megbeszéltem, amikivel lehetett, lakására elhívott, és ott a lakásán masszíroztam. Na most Hány éves vagy? Hány éves vagyok? Én azt szoktam mondani, hogy 17 múltam, mert valójában az emberek nem tudják, hogy az embernek igazi életkora az a biológiai életkor, ami a szervezete, a fizikális állapota, még a mentális, amit gondolja magát, és akkor nem pedig azt, mert különböző életkorban, az embernek kronológiai életkora, tehát ami a személyigazolványban van beírva. De az nem egyezik meg avval, amit az embernek az igazi fizikai, mentális állapota, az nem egyezik, mert vannak olyanok, én hál' Istennek nekem jó adottságai vannak, ilyen testi adottságai, de azt tudod ki, hogy én judoztam is, én még a rendőrségnél is, hogy rendőrségi csapat a kiskoromtól kezdve judoztam, Németországban is még jártam ilyen rendőrcsapatba, én NDK-ban is voltam, meg NSK-ban is, Hamburgban. Köszi? Hány nyelven beszélsz? Hát, ezt kell érteni, Németországban voltam többet, de voltam New Yorkban ott egy évig voltam, és gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, ilyen középfokon beszélek. Tehát én nekem mindig a Hollywood volt a célom, mert mikor kimentem Amerikába, mert a Hamburgban volt egy szervezet, a Raphael Bergs, annak hívták. Hát ez egy olyan szervezet volt, akik, tehát úgynevezett diszidensek, én kimentem, tehát diszidáltam, akkor úgynevezett diszidáltam, Németországban, tehát Hamburgban voltam, és lejelentkeztem, és ott azt mondták, hogy maradhatok ott, vagy választhatok bennetek Egyesült Államokba, Ausztráliába, vagy Kanadába. De hát ennek az lett volna a legjobb, már utólag is elmondom, mert hogy a Hamburg, az a Freie Hansestadt Hamburg, a szabad hanzaváros, ez egy leggazdagabb, hogy is mondjam, hanzaváros volt itt Észak-Európában, mert abban az időben sokan úgy diszidáltak, hogy mentek Ausztriába vagy Olaszországba, és lágerbe kerültek. Én meg penzióba kerültem, ráadásul olyan penzió, amely kupleráj volt, és már ott a bejáratnál itt a lányok pártak, és akkor hát sokat úgy masszírozgattam, meg mindent, de hát hogy a Hamburg volt egy ilyen alapbázis, és akkor te maradhattam volna Hamburgba, és akkor hát megyek Amerikába, mert nekem Hollywood, hogy a filmes ipar, meg minden szerette volna, és azt mondták, hogy volt egy lehetőség, hogy kivisznek, tehát fizetik, tehát a
azilgekrikt, tehát azért kaptak azok, akik a ottani is politikai mérlékiak volt, de gyakorlatilag én nem valójában, nekem nem volt semmi bajom. Ez csak azért ott akartam mondani, azt mondja, hogy jó, azt mondja, hogy politikai mérlékiak, de a politika nem érdekelt valójában, de az ember ott akar maradni, akkor ezt kell mondani. Ilyen ő, politikai mérlékiak. Kérdezem már valami intimet itt, jó? Itt most csak négy szem közt. Jó. Valami nem betegség, és ezt vettél össze? Nem, hál' Istennek, ez azért is, mert még a Hamburgban is voltam, óvszert használtam, illetve nem csak, hogy én, ha nem akartam, akkor a hölgyeknál volt óvszer, és óvszer, és hál' Istennek így nem, sose volt. Tehát a nagyszámú törvények szerint már sokszor egy nővel annyi, volt már olyan, és egy nap annyi nővel volt, amit más ember egész életében. De ez nem dicsekvésnek mondom, mert ez nem egy büszkeség, hanem az a büszkeség, ha valaki egy nővel tud tartósat kapcsolatot tartani. Hát most értem rá erre a dologra, mert valójában ezek a kapcsolatok csak átmenetiek. Az ember tartó szeretetre vágyik, és valójában itt mindig azért hangsúlyozta ki a média az erotikus masszírozást, mert szép nőket masszíroztam, többnél táncos lányok, ilyesmi, és akkor erre a média persze, hogy felfigyel, sokkal jobb a fotóriporterek jobban szeretnek egy csinos lányt, hogyha masszírozok mesztelen, mint az a mesztelen van a hölgy és masszírozok, mint hogyha egy beteg idős embert masszírozok, az nem olyan nagy szám. Tehát a médiának az a példányszám, hogyha csinos nő van, és azt masszírozom, hogyha valaki beteg embert masszíroz, az is egy jó dolog, de jó dolog, de média szempontjában mindig azt számít, hogy ami a lapszámot növeli. És az erotikus masszázs így felültött. Az emberek erre voltak kíváncsi. És akkor ezért kell csináltatni. Egy kicsit szóhoz jutni engemet is, egyébként én örömmel arratlak. Hadd kérdezem már meg tőled, ha már teresz, és nem mondod meg az életkorodat, akkor elkezdem találgatni. Szerintem már betöltötted az emberet, hiszen nős vagy, és két gyereked van. Meg látom azért a hajad is ritkán már. És már nem az a vízműves. Hát nem csak két gyereke van, már unokáim is vannak. Unokáim is vannak, és már nem abban a fehér vízműves trikóban rajtad, és nem abban a rövid nadrágban jársz. Tehát akkor már túl vagy az 50-en. Tehát ezt egyezünk. De a férfiaknak árul már el, hogy mit eszel? Az egészséges táplálkozás rejtelmeibe is avassál már be minket. Az egészséges táplálkozás, én igyekszek. Ez a ugye úgynevezett kaszanova étrend. Igen, kaszanova étrend. Szokták mondani. Igen, kaszanova étrend, ez szokták mondani. Hát én igyekszek azért sok fehérjét tenni, mert gyakorlatilag ez a tevékenység sok fehérjét igényel. Úgyhogy hát ez a fehér tojás, félre meg halat, azt nagyon szeretem a halat. És halad mindenféleképpen. Hát az osztrigát, meg ilyesmit nem nagyobb. Szóval az, hogy én hogy híres lettem, de gazdag nem lettem, mert a vállalkozásomban is az volt, hogy becsaptak. Nagyon jó menő vállalkozás lett volna, hogyha becsületesek a társaim, akiket felvettem. De szóval az étkezés is, hogy az anyagilag igényes, hogy az ember, ha olyan ételt akar enni, ilyen tengeri gyümölcsök, mit tudom én, hát szoktam azért néha azt is enni, mert nem igaz, hogy nem csak az, hogy az ember, de én azt tanácsolom mindenkinek, hogy mindig az a legjobb, hogyha az ember azt hiszi, amit megkíván. Már kimutatták azt, hogy... Alkohollal, sör, bor, pálinka, rövidítő. Hát nem szoktam keverni, de egy alkalom két sört, főleg a borsodit, hát szoktam alkalom két inni, és az élettársam is vesz alkalom két söröket, de így nem berúgási, a sört nem is lehet, hogy berúgni, de nem keverve, mit tudom én, különböző italokon. A legtöbb emberre azért, amikor régen is bulisztunk, és a lányok össze-vissza ittak mindenféle pezsgőt, volt sört, minden, és utána végén hányás, hánytak, meg ilyesmi. De
az kiábrándított, pláne egy csinos hölgy ott a lány, meg cirkuszoló, meg mit tudom én. Hát csináltam, sajnos csináltam olyat is, hogy a fürdőben, nem mondom, nem egy fürdő, az olyasmit, hogy éjszakai ilyen bulikat csináltunk, ilyen. És ezt nem csináltuk, én szerveztem, és akkor hát a lányok bepesgőztek, berúgtak, az pesgőt széjjel dobálták, mástól meg cirkusz lett, kitudódott, meg megköptek, meg akkor megint ebből a cirkusz lett. Volt ilyen szituáció is van. Hát úgyhogy, meg az a média, ja, most azt is akarom mondani neked, hogy sokszor mindig kihangsúlyozták, hogy tehát én nagyon szeretem a szexuális erotikát, a masszást, az mindent együtt, hogy én a életmentés, tehát én úgy, mint a gyógymasször is, mint úszómester is, én mindig ilyen életmentő gyakorlatokat állandóan minden évben ezt csináltam, és mindig egy kitűnő végeztem, és életet is mentettem. Sokszor volt ilyen esetem is, például, ugye szerint a Zoltán utcán mentem itt Miskolcon, és akkor elkezd egy hölgy sikítani, hogy hát mi van az, hogy meghal a férjem, meghal, mentem oda, és csináltam egy szívmasszást, és már egy perc múlva már, amikor mondtam, hogy hívja közben a mentőt, és például jöttek a mentők, már talpa volt, már vidám volt. És volt egy másik eset, és amikor sorváltunk egy hivatalos helyen, és egy nő kidőlt, és mindenki ilyen esetben, amikor életről van szó, senki nem tud, mert az emberek lebénulnak, elmenekülnek, és én maradtam egyedül, és én csináltam neki egy gyors szívmasszást, de nem csak azt, amit azt a módszert, amit tanultunk, a kompressziót, hanem nekem van egy speciális más, de sok ember életét megmentette már így, hogy közben persze... Milyen az a speciális, amitről beszélsz? Hát azt kell tudni, mert amit tanítanak a mentéskor, tehát az, hogy mikor a vízbe fullódott is mentünk ki a vízből, hogy a szívkompressziót kell csinálni, és a 32 azt jutottuk, tehát a belégzés és akkor kompresszió, de tudni kell, hogy a szívnek vannak zónái, van a testen ugye headzónák, headzóna például. Hogyha a headzóna azok a területek, ahol a gyakorlatilag a reflexzónák kisugároznak. Tehát, hogyha mondjuk a lapockát masszírozom, az a bal lapockát, az is a szívre hat. Tehát a szívre hat, és tehát ez is sokat segít a lapockatáiki masszás, és a szegcsontnak a masszírozása. Nem csak a préselés, hanem azt is erőteljesen masszírozni kell, és ez mind tudnunk kell, amennyi testrészt masszírozunk, oda áramlik a friss vér. És a friss vér, az pedig szállítja az oxigént, és ez a gyakorlatilag az szállítja a hemoglobint, és a sejtekhez juttatja a hemoglobint, és akkor a sejtek megújulnak, és akkor így nagyobb a valószínűsége, hogy túléli a dolgot. De azt tudni is kell, ha most az is tudod, tehát ezeket a headzónákat, tehát tudni kell, amikor a nőnek az orvosi gyógymasszást csinálják, vagy a lumborgotális masszást, az, tehát a lumbális rész, a deréktáj rész, ez ugyanakkor, ez kihat a nőnek, ahogy masszírozom a derekát, akkor ellentétes oldalon, a bonspumulis környékén, akkor ugyanúgy a nemi szervekre is hatással van, és akkor sok nő ettől már begerjed, hogyha bizonyos ritmussal csinálom a derekát, de még nézték azt, hogy milyen technikával csinálom, hát tudom úgy csinálni, hogy nem csak az számít, hogy milyen technikával csinálja az ember, hanem az érintés varázsa. Hát csak gondolj be, te is voltál biztos olyan nővel, akinek egyetlen érintése többet ért, mint egy más nővel együtt lenni, mert ki lehet olyan, aki, ha van szeretet, tehát a szeretetteljes érintésekkel nyúl az ember a nőhöz, egyből, tehát itt a szeretet a lényeg, a szereteten alapú szexuális kapcsolat a lényeg. Értem, ilyen, most én kérdezek. Jó. Én kérdezek, jó? Akkor végezetül, mert lassan kifutottunk az időből, a 18-os karikát ki kell tenni, mert olyan szépen beszéltél a szerelemről, a masszásról, az életről, és látom, egy kiegyensúlyozott férfi lettél, nős vagy,
úgy jártál egyébként, mint Gedeon bácsi, a nők bálványa, hogy otthon gondolom te is most már a kis Hokedlin vacsorázol, és a feleséged Igen. óv téged a különösebb külső behatásoktól, nem? Féltékeny, nagyon féltékeny, nagyon féltékeny. Hát én is meg... és hogy mondjam, tehát féltékeny, és akkor jó, és hogy mindig azt mondja, hogy hát, hogyha megyek meg valakit masszírozni, tehát hát mondom, hogy régebben ez úgy tekintettem, hogy ez dicsőség, minél több nője van egy férfinak. Lehet, hogy ez 20 éves korban így van, de az ember elér egy érettebb kort, akkor már nem ezek a szempontok, hanem az a fontos, hogy az ember, a család, a gyerekei, nek a van unoka, akkor unokák, tehát ezek az elsődleges szempontok, úgyhogy hogy ezek az igazi értékek. Tehát, hogy az ember még, ha is mondjam, a buli, meg a masszázs, meg a nők, a szex. Így van. Tehát ez volt a... Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy segítettél fel. Én meg köszönöm a meghívást, köszönöm neked, és ha esetleg valaki hallgatta, azoknak is köszönöm, hogy meghallgattok. De bármikor, bármilyen kérdésre is szívesen válaszolok, mert sok minden van, amit még a média nem mondott el, és azóta nekem, mert régen volt olyan, és hogy hát mindig, mikor egy nővel volt... Érünk a lehetőséggel, Jenő, érünk a lehetőséggel, feleségednek add át a késcsókomat, és nyugtasd meg, hogy már neked csak a szád olyan nagy egyébként, nem? Jó? Szervusz! Jó, te azt, hogy szervuszom, köszönöm, viszont hallásra. Jó, szervusz!